Most egy ilyen adventi koszorút fogunk készíteni, amihez szükségünk lesz egy koszorú alapra, ami padding nád, ezt hobbiboltban lehet kapni. Szükségünk lesz rafiára, én a piros színt választottam, mert az a karácsony színe. Szükségünk lesz ilyen szalmaszálakra, ezt is hobbiboltban, vagy óbiban is meg lehet venni. Szükségünk lesz mécses tartó kis alumínium alapra, de hogyha ezt nem kapunk hobbiboltban, akkor végül is a mécsesnek, hogyha szétszedjük, akkor ki lehet fúrni az alját, és azzal is rá lehet majd a koszorúra erősíteni a mécsest. Azon kívül szükségünk lesz szép őszi bogyókra, én most a borostyánnak a bogyóját találtam éppen a házunk mellett, és tűre és cérnára, illetve ollóra. Úgy kezdjük, hogy fogjuk a padding nádat, ami igen hosszú, körülbelül 4 méter hosszú, és az elején így csak egyszerűen összetekergetjük ilyen koszorú formába. Most ez így körbe-körbe tekerve. Amikor körülbelül elértünk az utolsó méterig, akkor már nem csak így körbe tekergetjük, hanem elkezdjük befonni, körülfonni ezt a koszorú alapot. Mindig a végét így berakjuk a közepébe. Ezáltal fonjuk be a koszorút. Arra kell ügyelni, hogy egyenletes legyen az alap. És mivel a padding nád igen rugalmas, elég kirúgja magát, úgyhogy kemény kézzel kell vele bánni. Amikor összefontuk a koszorú alapot, akkor egyik kezünkkel megfogjuk a végét, hogy nehogy kicsusszon, és egy vastagabb szál rafiát választunk hozzá. És a rafiát kicsit körbe tekerve, ahol befejeztük a koszorúnak a végét, a fonást, körül tekerjük, hogy ez ki ne lazuljon. Rácsavarjuk, és jól megcsomózzuk. Így. És a fölösleget ezt leválthatjuk. És utána ezzel a rafia szállal körbe tekergetjük még a koszorút, hogy feldobja ezt a natur színt. Díszítse a koszorút. Visszaértünk a kiinduló pontunkra, ott ismét egy pár szóig rátekerjük, és elcsomozzuk a végét. Így, és a fölösleget ismét levágjuk. Ezután fogunk még egy, azaz, hogy még két ilyen vastagabb rafia szálat. És hát szemmértékre a négy helyen megkötjük, úgyhogy egymással szemben legyenek ezek a szálak. Az egyik végét az egyik felére. Itt is érdemes inkább három csomót kötni, nehogy kilaguljon. És vele szembeni oldalra kötjük a másik végét. Így, és ugyanezt megtesszük a két szem közti oldalon, a másik rafia szállal. Nem baj, hogyha az egyik szál hosszabb, mint a másik, mert a végén úgyis összefogjuk, megnézzük, hogy nagyjából egyenlő hosszú a négy szál, és a végére kötünk egy csomót, hogy visszintesen függjön majd, amikor felakasztjuk. Ezt egy időre félre rakhatjuk, és készítünk hozzá ilyen szalmacsillagokat. Ahhoz fogunk egy szalmaszálat, és az ujjunkkal óvatosan így kilapítjuk, hogy lapos legyen. De azért lehetőleg nem nagyon törjön szét. Majd hát körülbelül 5-6 cm-es
darabokra vágjuk, 4 darabra van szükségünk, most én ezt elfelezem szemmértékre. Nem baj, hogyha nem tökéletes. Fogok egy vékonyabb raffiaszálat. Nem kell, hogy nagyon hosszú legyen. És ezeket a kis szalmaszál darabokat így egymás tetejére rakom, úgyhogy először egy keresztet formálok, és mindig jól összenyomom a két ujjammal, mert szétcsúsznak nagyon könnyen. És utána meg keresztbe a kereszt fölött rakok egy-egy szalmaszálat, és még mindig jól fogom az ujjammal, mert szétcsúszik. Aztán fogom a vékony raffiaszálamat, hoppá, már szét is csúszott. És ilyen pókszövéssel körbe tekerem, úgyhogy egyszer fölül, egyszer alul jön a raffiaszál. És itt is úgy elek arra, hogy szét ne csusszon. Ez a legnehezebb része a koszorú készítésnek. És amikor ez sikerült, akkor a másik oldalán kötök rá egy csomót. Minél több ujjat használva, mert az egyik ujjammal mindig lenyomom, hogy ki ne lazuljon. Ilyenkor sajnálom, hogy csak két kezem van. Így. Kicsit meg lehet igazgatni, hogy szimmetrikusabb legyen. Ismét levágjuk a felesleges raffiaszálakat. A szalmaszál végét ilyen V alakban bevágjuk. Amikor elkészült a csillagunk, akkor fogunk egy piros cérnát, tűbe fűzzük, és valahol a raffiaszálba bele szúrjuk, és ezáltal fogjuk felfüggeszteni a cérnával a koszorúra a csillagot. A végére csomót burkolunk, így. És akkor, amikor már megvan minden így csillagunk, akkor ezt egyszerűen a koszorúnak a... mégis bárhová lehet hurkolni, de én ide középre fogom így ráhurkolni. Mind a négyet egymással szemben. És utána felrakatjuk ezt a teamécses tartót, nagyon egyszerűen, ezeket az alsó kis fogantyúkat ide rá kell csak hajlítgatni a koszorúnak az aljára. Így, így. És utána díszíthetjük a bogyóinkkal, amit egyszerűen csak be lehet szúrni ide a raffiaszál alá. És el is készül az adventi koszorunk.